Skálim traktátus, a sékelek traktátusa az, amit tanulmányozunk, és most már a hármas lapnak kezdünk neki. Reggel a kettes lap végén az Ádár hónapokról van szó, ugyanis Ádár hónapban kell felajánlani a sékeleket, a félsékeleket, amelyeket aztán Nisszánhó elsején leválasztanak és félretesznek a áldozatokhoz, a közösségi áldozatoknak a fedezetéül, és így aztán szóba került az Ádár hónap. Ádár hónapból lehet akár kettő is, hogyha egy szökőévvel van dolgunk, akkor két Ádár hónap is van. Melyik Ádár hónap? Ilyenkor a mérvadó. Ezt részletesen megbeszéltük reggel, hogy ilyenkor a második Ádár hónapot kell figyelembe venni. Mind a sékeladományok, mindazon más kötelezettségek kapcsán, amiket felsorol a Skálim traktátus első misnája, a második Ádárt kell ilyenkor figyelembe venni. Innen fogjuk folytatni, de még hagyd köszöntsem azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Köszöntöm Stíber Gábor, Zsuzsát, Máriát. Szervusztok, jó estét kívánok! Nos, akkor nézzük, hogy mi a helyzet a szerződésekkel. Ávalle ingyen starrész a szerződésekben, kajszvináden risajn, vádasteinisztám. A szerződésekben, hogyha egy szökőévben vagyunk, akkor az első ádárt úgy írjuk, hogy első ádár, a második ádárt meg csak sima ádárként írjuk. Ez a mérvadó véleménye Tana Kamának. Ugye Hudaj mérve Adar Isain Stam, Ubadersaini Tanayan. Ugye pont fordítva mondja, azt mondja, hogy az első ádárban azt írjuk, hogy ádár, és a második ádárban írjuk azt, hogy Ádár Séni, második ádár. Ugye az a kérdés, hogy melyiket tekintjük a normál ádárnak, és melyiket tekintjük a normáltól eltérő ádárnak. Az első vélemény szerint a normál ádár az a második ádár, és az elsőt kell külön kiemelni, a másik vélemény szerint éppen, hogy az első ádár, a normál ádár, és a másodikat kell kiemelni. Oké, okay. Arra is szó volt a misnában, hogy ádár hónapjában meszaknénesz a drachim, eszre chajvesz, míg fajsz a májba, észünk kolcörchel rábim, ebben a hónapban rendbe rakják az utakat, az utcákat, a mikvéket, és mindenféle szükségletét, a közszükségletet, amire szükség van, azt ilyenkor raknak rendben, és ez azért is van, ugye, mert vége van a télnek, vége van az esős időszaknak, és készülnek a zarándokokra, arra nagyszámú zarándokra, aki majd elindul Jeruzsálem felé, javított, rendbe rakott utakkal, utcákkal, és így tovább legyen dolguk. Mik azok a közösségi szükségletek, amikre a misna utal? Élőjén Czarchel Rábim. Ezek a következők. Danin dineme mamnöjsz, dinene fasösz. A bíróság, amelyiknek esetleg nem volt ideje bizonyos ügyeket lerendezni, tárgyalásokat megtartani, annak ilyenkor kötelessége mind a dine mamenös, mind a pénzbeli vagy birtokjogi kérdésekkel kapcsolatban összeülni és meghozni a szükséges bírósági döntéseket, mind pedig dine nefasös, mind pedig a büntetőjogi kérdésekkel kapcsolatban, a akár halálbüntetést magával hozó kérdésekkel kapcsolatban meg kell hozni a döntéseiket. És ugyanígy kiváltjuk az erkint, a haramint és a hegdéseszt. Miről van szó? Ez három különféle felajánlás a szentély javára. A hegdéseszt, ami az utolsó, az, amikor valaki felajánl egy áldozati állatot, hogy ezt az állatot áldozatként fogja bemutatni a szentélybe. Haramim, azaz, amikor valaki felajánl valamilyen olyan felajánlást, általános felajánlást a szentélynek, ami a főleg elsősorban a kincstár vagyona lesz, vagy a kincstár, vagy pedig a kohaniták vagyona. És aztán van az erchin,
amikor valaki úgymond saját magát, vagy egy másik embert ajánl fel a szentély gyanánt, vagy a szentély javára, ezt természetesen nem szó szerint értjük, hogy magát oda kell adja a szentélynek, vagy feláldozzák, hanem arról van szó, hogy ilyenkor pénzben ki kell, hogy váltsa önmagát, és a Tóra leírja, hogy itt a pénzbeli értéke minden embernek az azon múlik, hogy milyen korú, milyen nemű, és így tovább. Ez is egy tulajdonképpen egy felajánlás a szentély kincstár számára. És ezt is ebben az időszakban teljesítik, hogyha esetleg elmaradt a korábbi időszakban. Másként ez a szajta, ugyanebben az időszakban viszik keresztül, végzik el a szota itatásának a törvényét, egy pillanatnyi szünetet kérek. Szóval, ugyanebben az időszakban végzik el a szota itatásának a feladatát is. Ugye a szota törvénye az, amikor ez a híres szabály, Mózes 4. könyve ír le, amikor egy asszony a férjét megcsalja, vagy legalábbis a férje azzal gyanúsítja, hogy megcsalta a férjét, akkor ilyenkor elviszik, vagy elmegy a szentélyben, és a szentélyben úgymond próba itallal megitatják az asszonyt. Ez ugye a szotának a törvénye, ezt is ebben az időszakban teljesítik. Szőjöfén ez a para, ugyanígy, hogyha elfogyott a vöröstehén hamvaiból, már nincsen, ugye ezek azok a hamvak, amivel a halotti tisztátalant megtisztítják, akkor ebben az időszakban lehet levágni a vöröstehenet és a hamvait félrerakni a következő időszakra. Vőfin egla a rufa, ugyanígy az egla a rufát, ezt ekkor csinálják, hogy egla a rufa, az eljárás, ugyancsak Mózes 4. könyvében olvasunk, amikor egy halottat találnak két város között, és nem tudják, hogy ki a gyilkos, akkor mind a két városnak a vényei ki kell, hogy jöjjenek, és ott egy borjút le kell, hogy vágjanak, és egy szertartás keretében ki kell, hogy fejezzék tulajdonképpen a felelősségüket az iránt, hogy itt egy ember így magára maradt, hogy itt így meghaljon. The Röjci neve, de Ivri. Ugyanebben az időszakban történik az, hogyha egy héber rabszolga, akinek lejárt a 6 éves munkaviszonya, és felszabadulna, de továbbra is szeretne szolgaként maradni. Ugye erről már többször beszéltünk, hogy a héber rabszolga az egy ilyen szociális intézmény tulajdonképpen volt legalábbis az ókori időben. Valaki teljesen eladósodott, akkor elmehetett héberként, a zsidóként elmehetett, eladhatta magát 6 évre, és ezzel az összes adósságát fedezték, és ő pedig neki fedél volt a feje fölött, munkát kapott, élelmet kapott. De 6 év után mindenképp fel kellett szabadítani. Ha végig is nagyon akart maradni, ebből is látszik, hogy ez nem volt olyan rossz intézmény ez, ha nagyon akart maradni, akkor maximum a jóvel évig, az 50. év végéig maradhatott, de akkor szégyen volt, hogy nem akart a szabadságával élni, és ezért a fülét ki kellett lyukasztani a ajtófélfához szimbolikusan, ugye azért az ajtófélfához, mert az ajtófélfa a szimbóluma a szabadságnak, ugye a pészachi történet révén, és ezt is ebben az időszakban csináltak, mint a Hárénesszemet szajra, ugyanúgy ebben az időszakban tisztították meg a leprást, vagy nyilvánították ki, hogy a leprás tiszta, megtisztult az esetben, hogyha valóban megtisztult ez alatt az idő alatt, mert Farkinesz a Minoma, Algabea, Máim, Vémach Zirin, Oiszaj, és ebben az időszakban vették le a lelakatolt fedeleit a téli víztározóknak, és lesevették egészen a nyár folyamán. Ugye arra van szó, hogy Izraelben az esős időszakban próbáltak minél több helyen, hatalmas vízgyűjtőkben gyűjteni az esővízből, de ez a téli, ezeknek a fedele a téli időszakban le volt takarva, és nem lehetett hozzáférni
azért, hogy ne pazarolják el a vizet az esős évszakban. Amikor vége volt az esős évszaknak, és ennek a jele az Ádár hónap, Pészach előtt, akkor levették ezeket a fedeleket, és utána már így is hagyták egész nyáron. Támontani a máskin Pészach slachin, amit szájnén eszek állak farsz. Ugye volt még a Misnában meg volt említve, hogy mit szájnén Pészach farsz, hogy megjelölik a sírhelyeket, hogy a kohaniták, amikor útra kelnek, akkor lássák, hogy ha valahol egy halott van eltemetve, az meg van jelölve fehér mésszel, és azt időben észrevegyék a kohaniták, és ne menjenek át egy holttest fölött. És ezt is Ádár hónapban végezték. Ezt a jelölést is Ádár hónapban végezték. Most a probléma az, hogy a Moed Katán traktátusban, ahol a félünnepekről van szó, a Szukoté és a Pészachi félünnepről, ott azt mondja a Misna, hogy mit lehet csinálni, hogy a félünnepen tartózkodni kell a munkától, ha nem is olyan szigorú munka tilalom él, mint a főünnepen, de tartózkodni kell a munkától, és hogyha mégis valamire nagyon nagy szükség van, akkor azt el lehet végezni. Mi az, amit lehet végezni munkát a félünnepen? Azt mondja, a Misna máskin bejsz a slachin, szabad olyan területet öntözni, ami kiszáradna, hogyha nem öntöznék a félünnep során, mert szájnén áll a kvarösz, és a sírhelyeket szabad mésszel megjelölni. Lajkvár cínu, azt mondja a Talmud, de hát most tanultuk, hogy ezt a sírhely kijelölést, megjelölést, ezt már Ádár hónapban elvégzik. Akkor miért lenne erre szükség a félünnepen? Azt mondja a Talmud, hogy tifta és jarát, setef, samim és tafej. Azt mondja a Talmud, igen, általában elvégzik ezt Ádár hónap során, de mondjuk azt, hogy itt egy különleges eset volt, és miután megfestették mésszel, megjelölték a sírhelyeket, mégis hatalmas esőzés kezdődött, ami ugye elég ritka már így a tavaszi hónapban, de itt most mégiscsak egy hatalmas esőzés volt, és elmosta a mészt, és ezért félünnepen újra be lehet jelölni. Azt mondja a Talmud, hogy jöjjcín, áfalakiláim, ugye ugyanez a misna a félünnep kapcsán azt mondja, hogy a Bézdinnek a bíróságnak a küldöttjei kimennek, hogy figyelmeztessék a földműveseket, hogy takarítsák el a kevert vetést. Tehát a mi mistánkban is azt tanultuk, hogy ezt meg kell csinálni, mikor már Ádár hónapban. Akkor ha már Ádár hónapban ezt megtettük, akkor miért kéne még egyszer a félünnepen kimenni? Ugye hasonló kérdés az előzőhöz. Azt mondja, a Talmud tiftös ajszasaná fejla ve én a cmachin ikarim. Azt mondja, Talmud, lehetséges, hogy ez az év, ez egy sötét év volt, úgy érti, hogy borús év volt, és későn kezdtek kinőni az első csirái a vetésnek, és ezért nem lehetett észrevenni, hogy kevert vetés van azon az adott helyen, egészen a félünnepig. Normál esetben már Ádár hónapban észre lehet venni, és azért Ádár hónapban figyelmeztetni lehet a földtulajdonosokat. Ez egy olyan különleges év volt, amikor erre nincs mód. Oké. És a következő részben arról van szó, hogy ugye azt mondtuk, hogy megjelölik a sírhelyeket. De miért jelölik meg a sírhelyeket? Azért, hogy a kohanita tudja, hogy hova nem lehet menni. Minnáin le ciun? Azt kérdezi a Talmud, honnan tudjuk, hogy van egy ilyen kötelesség, hogy megjelöljük a sírhelyeket, hogy tudjuk, hogy hova nem lehet menni. Ugye azt érdemes tudni, hogy csak érdekesség, hogy az a kifejező, hogy ciun, jelölés, ami a modern héberben azt elsőben azt jelenti, hogy amikor valaki valamilyen jegyet hoz haza az iskolából, például az egy ciun, az egy jelölés, ki balti ciun tov, jó jelölést kaptam, jó jegyet kaptam,
de a araikus, vagy a óhéberben ez a ciun, ez a sírhelynek a megjelölését jelenti. Honnan tudjuk azt, hogy van egy ilyen kötelesség, hogy meg kell jelölni a sírhelyet? Rabbi Brachia, Rabbi Jákob, Bász Jákob, Sém, Rabbi Haninyon, Divres, Havrin. Rabbi Brachia, Rabbi Jákob nevében, aki Rabbi Hunonya, Divras Havrin helyéről volt, Rabbi Yossa Amrilei, Rabbi Jákob, Ákob, Sém, Rabbi Hunonya, Divras, Rabbi Chizkev, Rúzai, és Talmud felsorolja, ki mindenki mondta ezt, vagy pontosabban különböző változatok, hogy ki mondhatta ezt. Mindenesetre mit mondott erre a kérdésre? A Tórában az van írva, hogy amikor a metszórát, a leprásat kihirdetik, a kohanita kihirdeti, hogy tisztáltan, és el kell hagyni a táborhelyet, akkor tamegyikra, akkor ki kell kiáltani rá, hogy tisztátalan, tisztátalan. Vagyis látható és feltűnő kell, hogy legyen, hogy az illető tisztáltalan, hogy mindenki távol tartsa magát tőle. Kedésetei tuma köyre lehab be fia, na imranach prajs. Miért van mindez? Azért, hogy a tisztátalanság úgymond kikiáltsa, még mielőtt odaérnél közel hozzá, hogy tisztátalan vagyok, tartsd magad távol tőlem. És ugyanez az oka a sírhelyek megjelölésének is, hogy a sírhelyet azért jelölik meg, hogy az a kohanita, akinek ugye tilos halottal érintkezni, messziről lássa, hogy egy sírhely közeledik, egy sírhely van a közelben, és távol tartsa magát tőle. Rabbi Eilabesheim, Rabbi Smolver, Nachmen, Avra, Evrim, Arec, Rauec, Adam, Vano, Eclai, Cion. Rabbi Ila, Smolber Nachman nevében egy konkrét idézetet is hoz ennek a megerősítése gyanánt, Jeheszkel könyvéből. Ezékiel azt mondja a 39-es fejezet 15-ös mondatában. Avruha Ivrim Barec, és átkelnek az átkelők a földön, Ra Ecem Adam, és lát egy emberi csontot. Bana Eclai Cion, akkor épített fölé egy jelölést, át kavrói szembe kábrimál géhamoin gaig. Egészen addig, amíg a temetők el nem temették azt a Mongog völgyében. De mit látunk innen? Hogy meg kell jelölni a sírhelyet. Hiszen itt is erről van szó, hogy aki átkelt ott azon a helyen, és látott egy emberi csontot, az meg kell, hogy jelölje. És a Talmud itt részletekbe megy, és azt mondja, hogy ebben a mondatban nem véletlenül van ilyen részletesen ez leírva. Azt mondja, egyszer mi kársem a cájnele a camoisz. Ugye azt mondja, hogy emberi csontot. Miért mondja azt, hogy csontot? Mert azt akarja ezzel mondani, hogy azt is meg kell jelölni, ami csak önmagában egy csont, nem egy teljes emberi holttest. Ugye amikor a tisztátalansággal, a halotti tisztátalansággal szó, akkor van mindenféle korlát, hogy mi az, amikor a halott tisztátalanná tesz, mennyire tesz tisztátalanná, vagy pontosabban egy teljes emberi holttest, egy kis darab csont, vannak olyan csontok, amelyek fontosabb része, mint egy koponya, vagy egy gerincscsont, amik jobban tisztátalanná tesznek. A csont az arra utal, hogy akkor is, hogyha nem egy teljes emberi testről beszélünk, hanem csak egy kisebb részről a csontváznak, azt is halottnak tekintjük, és meg kell jelölni. Adami kánsam, hogy szájnál a sidra vegölgöly lesz. Most akkor is, hogyha nem a nagyobb része a csontváznak, viszont egy fontos csont, mondjuk a gerincscsont, vagy a koponya, akkor azt is meg kell jelölni. És ezért mondja azt, hogy emberi csont. A csont az vonatkozik arra, hogy akkor is, hogyha csak nem egy olyan fontos része a csontváznak, de a nagyobbik része a csontváznak, akkor azt meg kell jelölni. Az emberi csont pedig arra utal, hogy ha az ember jellegzetes csontja, tehát a gerinc csontja, vagy a koponyája, akkor azt is meg kell jelölni. Mi kánsöm a cájnál gábi evenkfua,
mit jelent a vana, mit jelent az, hogy is építsen fölötte egy jelölést, azt mondja a Talmud, csak azt kell megjelölni, ami egy építmény. Magyarul, hogyha egy sima kő van lerakva, de egy olyan kő, ami mozog, azt nem kell megjelölni. A sírkő az az a kő, ami fixen el van helyezve a temetőhely fölött, a koporsó fölött, mert hogyha egy mozgó követ, egy kisebb követ jelölnénk meg, akkor az félreértésekhez vezetne, ott nem ügyelnénk a tisztátalanságra, ahol kell, mert a kő elgurulna a helyéről, és ott ügyelnénk, ahol nem kell. És ezért olyan követ kell megjelölni, amelyik fixen van a földben. Im oimer át al gabi event lusa áfiai lehez, mint ámi maka máhe. A Talmud azt mondja, igen, mert hogyha egy nem fix körről lenne szó, akkor ez a nem fix kő egy idő után elmozdulna a helyéről, és olyan helyen gondolnánk, hogy tisztátalanság van, ahol nincsen tisztátalanság, ahol pedig van, ott nem gondolnánk, hogy van. Azt mondja a Talmud, ugye, hogyan folytatódik Ezékiel könyvében ez a mondat. Eclöj Cion, építsen annak a helyén egy jelölést. Mi az, hogy Eclöj? Mellette, annak a helyén. De Makum Tahare? Az azt jelenti, hogy nem konkrétan, lehetőleg nem konkrétan a sír fölött, hanem a sír körül már legyen ez a megjelölés, hogy amikor a kohanita közeledik, az ember közeledik, lássa már kicsit, ne azt történik, már, amikor már ott van a sírnál, a sír fölött tulajdonképpen, akkor veszi észre, hogy egy temetőben, vagy egy temetkezési hely fölött van, hanem legyen elég kifutási hely, szerint, hogy lássa kicsit távolabbról, hogy egy sírhelyhez közeledik. Cion, mikán le cion, és ugye a jelölés, amit ugye mond Ezéki, hogy építsen oda egy jelölést, innen tudjuk, hogy valóban meg kell jelölni a sírhelyeket. Azt mondja, a Talmud, maca even áhász, emecujennesz, áfá pis én meg kájmin kén. Ugye mit mondtunk? Hogy általában úgy kell megjelölni a sírhelyet, hogy négy oldalról legyen a mész, hogy jól lássuk, hogy pontosan mi a kontúrja a sír helynek. Mi van akkor, hogyha nem így történt, és csak egy önálló, egyedülálló követ lát, ami meg van jelölve. Ugye ez nem a normál menete a dolognak, vagy a normál menete az az, hogy a sírhelyet úgy kell megjelölni, hogy körbe-körbe lehessen látni a kontúrvonalat, de ha már úgy alakult, hogy ez nem így van, hanem csak egy önmagában álló kő van megjelölve, akkor attól is tartani kell, ha Máhilai, a Leha, Tame, és ha valaki átlép fölött a kő fölött, akkor úgy tekintjük, mintha a halott lép, fölött lépett volna át, és tisztátalanná válik. A Nioimer Mész hajön asszontak te, mert úgy tekintjük, hogy bár lehet, hogy nem helyesen, nem az előírás szerint lett ez a sírhely megjelölve, hiszen ahogy mondtuk, egy teljes kontúrt kell körbe-körbe négy oldalról létrehozni és azzal megjelölni, és itt pedig csak egy önmagában álló követ jelöltek meg, mégis a biztonság kedvéért úgy tekintjük, hogy mintha a kő alatt lenne a halott. Mi van akkor, hogyha hajustáim, ha májhile lejentaj, mi van akkor, hogyha van két kő, és mind a két kő meg van jelölve, akkor, hogyha valaki átlép a kő fölött, valamelyik közül a kettő közül, valamelyik fölött a kettő közül, akkor úgy tekintjük, hogy még nem tisztátalan. Miért? Mert abból indulunk ki, hogy ez a két kő, ez nem a tisztátalan a halott fölött van, hanem a halott oldalán van, és a kettő között van a halott. Úgyhogy nejem tame, ezért viszont, hogyha átlép közöttük, a két kő között felül, akkor azt mondjuk, hogy valószínűleg ott volt a halott, és ezért ő tisztátalan. Imaja hajresben nántáim, ha viszont föl van szántva a föld a két kő között, akkor nem valószínű, hogy a halottat oda rakták le a két kő között, és ez eredetileg egy sírhely volt, mert akkor valószínűleg ott nem lenne föl szántva. Hát én hénkéhidó, és akkor úgy tekintjük, hogy a két kő
az két sírhely volt eredetileg, és akkor a két kő fölött nem szabad átmenni. És így akkor be néhen tajr, álga bejen tame, akkor közöttük tiszta, nem, ha átmegy közöttük, akkor azzal nem válik tisztátalanná, de ha felettük megy át, akkor tisztátalanná válik. Tanen éme szájén áll a baszal, sem vonni szák el a baszal. Ugye beszéltünk róla, hogy mi az a halotti maradvány, az az emberi maradvány, ami felé már kell egy sírkövet és egy jelölést tenni. Mondtuk, hogy a csontváz nagyobbik része, hogyha egy fontos csont, tehát hogy egy koponya, vagy egy hutasidra, gerincsont. Mi van akkor, hogyha csak hús, emberi hús? Azt mondja, afelé nem kell tenni. Miért? Mert az el fog mállani, el fog bomlani, és ezzel nem kell megjelölni. Rabbi Yehuda bar Shuna ba kumi Rabbi Mona loi nimtzame tamet haaretz lemafreya. Azt mondja, röviden összefogva, Rabbi Yehuda bar Shuna, miért ne kéne megjelölni? Addig is, amíg nem bomlik el ez a hús, ez az emberi maradvány, az emberi test maradványa, addig tisztátalanná tesz. Akkor miért ne kéne megjelölni? Amelé mutavsíz kálkalú baj le sa, máliz kálkalú baj le ajla. Azt mondja, jobb, hogy átmenetileg tisztátalanná váljanak azok az emberek, akik így tudatlanul átmennek fölötte, mint hogy később fölöslegesen tisztátalanná váljanak azok, akik a jelölést, vagy fölöslegesen tekintsék magukat tisztátalanná azok, akik véletlenül a jelölés fölött mégis átmentek, és ezzel azok a például truma adomány, vagy hasonló, ami a birtokukban volt, azt tisztátalannák tekintsék, és elégessék, megsemmisítsék, amikor erre nem is volt szükség. Magyarul jobb egy kis ideig átmenetileg azt gondolni, hogy az ott, vagy nem tudni róla, hogy az ott tisztátalan, mint örökre azt gondolni, hogy ott van valami tisztátalan, amikor már rég nincs ott, hiszen elbomlott. Oké, eddig tartott az első misna, és az első misnának az értelmezése, és most pedig jön a második misna. Amar Rabbi Yehuda bar Shaina yo'ikrin mashlichin lifneihem. Mishe rabu oivrei aveira hayu oikrin mashlichin edrachim hiskinu shemafkinin es kol hasadeh. Arról van szó, hogy a kiláim, a kevert vetés ugye tilos, és arról beszéltünk az előző misnában, hogy figyelmeztetik a földtulajdonost, hogy tisztítsa meg a földjét a kiláimtól, a kevert vetéstől. Azt mondja ezzel kapcsolatban Rabbi Yehuda, kezdetben egyszerűen a Bézdinnek, a bíróságnak a küldöttjei, a vallási rendőrség, az kitépte ezeket a oda nem illő növényeket, termést a földből, és lerakták a föld szélére. Misha rabo évre veira, és később a vétkes emberek meggyarapodtak, és alig várták, hogy jöjjenek a bíróság küldöttei, mert még szolgálatot is tesznek nekik, le is aratják a termést, és még illetve használhatja is az állatait, megetetíteti vele, szóval alig várták, hogy jöjjenek. Erre mit csináltak? A ajkrinumás léhened rachim, onnantól fogva leszették a termést, ami ugye a kevert termés része volt, és kiszorták az útra, hogy az állatok letapossák, hogy legalább ne legyen haszna a földtulajdonosnak ezekből. Később pedig is kínuséjú, mefkirin eszkolaszade, később pedig elrendelték, hogy az egész földet, azt a földet, amiben találtak kevert vetést, azt Hefkernek, tulajdonos nélkülinek, szabad prédának nyilvánítsák. Magyarul addig, amíg benne volt a kevert vetés, még bárki rámehetett a földre,
és vihetett, amit csak látott. És ezzel tudták elérni, rákényszeríteni a tulajdonosokat, hogy a földjükön ne legyen kevert vetés. Amarebi Huda. Tani Amarebi Huda. Most nézzük, mit mond a Talmud erre. Azt tanultuk, hogy azt mondta Rabbi Huda, hogy sajna, hogy öjklinum a slichin ifnejem, vagy szmechin stészmachsz. Egy kicsit kibontja, hogy mit is mond itt a Mishna. Szóval kezdetben jöttek a bíróság küldöttjei, kitépték a kevert vetést, és a földtulajdonos két öröme is volt. Egyrészt áhása a jövőnáksén szülészén váhása jönnének láj. Az első, hogy megtisztították, meggyomlálták a földjeiket. A második, hogy még hasznot is húztak a meggyomlált, kiszedett, kevert vetésből. Mizserába évre vére, ajumás lichim, aladrachim. Meggyarapodtak az ilyen vétkes, hozzáállású, cinikus földtulajdonosok, akkor mit csináltak onnantól fogva a kitépett vetést? Azt a földre dobták, hogy átmenjenek rajta az állatok, és ne legyen belőle haszna a tulajdonosoknak. Váfalpichén a jüszmék, és én náksim szedei szeljen. Az volt a probléma, hogy mindig voltak olyan cinikusak, akik örültek, hogy na, valaki meggyomlálta a földemet. Erre mit csináltak? Iszkinusi, ium, afkirin, az kolaszadekula. Ilyen elrendelték innentől fogva, hogy a Bézdin, a bíróság, az tulajdonos nélkülivé hirdethette, vagy nyilváníthatta a földemet, hogyha abban volt kevert vetés. A következő a kérdés, és ezzel fogom most viszonylag hosszan foglalkozni, hogy jogilag én a saját tulajdonomra mondhatom azt, hogy az lemondok a tulajdonjogról, és az gazdátlan. De ha a Bézdin, a bíróság az én tulajdonomat gazdátlannak nyilvánítja, azt lehet-e úgy tekinteni, hogy az akkor ez tényleg gazdátlan? Azt mondjátom, minnáin se hefker, Bézdin hefker. Honnan tudjuk, hogy valóban olyan ereje van a Bézdinnek, a bíróságnak, hogy ő gazdátlannak nyilváníthatja az én tulajdonomat? Nixim, ve kallás elle javain és le is össze jamin be átszász a szarim veszkeinim, ja harám, kallre husaj, mújj badel, mika hálagajla. Ugye olvassuk, hogy amikor Ezra és Nehemiás visszavezették a zsidókat Babilóniából a Szentföldre, hogy fölépítsék a második szentét, akkor egy óriási asszimilációval kellett szembenézniük. Nagyon gyakoriak voltak a vegyes házasságok, és a zsidó férfiak egy nagy része, aki visszajöttek Babilóniából, hozták magukkal a babilóniai perzsa feleségeket. És erre mindenképp Ezra el akarta érni, és a nép vezetői, hogy ezek a vegyes házasságok, amik a veszélyt jelentettek a zsidóság fennmaradására, ezek megszűnjenek. És erre azt mondták, elég durva eszközhöz folyamodtak, és azt mondták, azok, akik nem küldik el a pogány feleségeiket, és nem válnak el tőlük, azoknak a földjeit gazdátlannak, nem csak a földjeit, a vagyonát gazdátlannak nyilvánítják. És ebből mit látunk? Hogy azt látjuk, hogy egyértelműen a Bézdinnek van olyan hatalma, olyan felhatósága, hogy valakinek a vagyonát azt gazdátlannak tudja nyilvánítani. Azt mondja a Talmud, mint náinsíp, tura, mint a májszresz. Akkor ez olyan erőse, kérdezi a Talmud, hogyha valakinek a földje gazdátlannak van nyilvánítva, akkor onnantól fogva az ott kinövő termés nem is köteles a tizedre például. Úgyhogy értsük, hogy miről beszélünk. Ugye normál esetben a termésből, ami megterem az én földemen, le kell adnom a tizedet, a papi tizedet. Hogyha a földem gazdátlan, akkor természetesen
nem tudom leadni belőle, nem az enyém. A kérdés az, hogy olyan erőse a Bézdinnak, ez a bíróságnak, ez a hatalma, hogy fölmentsen a... olyan erőse ez a hatalma, hogy gazdátlanná tudja nyilvánítani a földemet, hogy ezek után nekem nem is kötelező, föl vagyok mentve az alól is, hogy tizedet adjak belőle? Jöjjön a szembre, én rám jutszok, barákos mallé, min a da, én már brin lesz a sanna, lejbe svíz, lejbe mejc és svíz, imi bruhár, ez mi beresz. Oké, kicsit bonyolult, komplikált érvelés fog következni. Ahhoz, hogy megértsük az érvelést, egy kicsit most vissza kell mennünk, és egy alap tézist meg kell, hogy értsünk. Ugye beszéltünk róla reggel, hogy az ókorban a szökőév kiirdetése az a Bézdinnek volt a dolga. Ugye azért kellett kiirdetni a szökőévet, hogy a Pészach ünnepe az mindenképp tavaszra essen. De hogy melyik évben hirdették ki a szökőévet? Ugye a szökőévben egy hónap, egy plusz hónap hozzájött a év hónapjaihoz, és ilyenkor nem 12, hanem 13 hónapból állt egy év. Hogy melyik év legyen az, amikor 13 hónapos egy év, az sok mindenen múlott, különböző szempontokat vettek figyelembe. Most, azt tanítja a Brájta, amit itt tanulni fogunk, hogy voltak bizonyos évek, amikor semmiképp nem hirdettek szökőévet. Ilyen volt például a 7. smita év, vagy a 7. smita évet követő év. A smita év ugye az a parlagév. A parlagévben azért nem hirdettek szökőévet, mert ugye így is úgy is nagyon nehéz volt ez a parlagévben, nem lehetett a földművelést végezni, a föld pedig parlagon állt. Ha most kihirdetjük, hogy van még egy szökőév is, akkor ráadásul nem 12 hónapig fog állni parlagon a föld, hanem 13 hónapig. Ugyanígy be majd szó és víz. A 7. évet követő évben ugyancsak nem hirdették ki a szökőévet. Hogy miért nem hirdették ki, arra fogom majd mindjárt beszélni. Oké. De imibrúha, ha mégis kihirdették, alapból nem hirdettek szökőévet a smita évben és a smita évet követő évben. A 7. évben és a 8. évben. De imibrúha, ha mégis hirdettek szökőévet, ha rézumunk beresz, akkor a szökőév beállt. A szökőév az szökőév. Hajdesek hajtsú majszif. Loj patur mi majszös hú. És abban az egy hónapban, amikor amik hozzájön a szökőév révén, egyértelmű, hogy annak az egy hónapnak a termése, az föl van mentve a mászer alól. Értsük, hogy miről van szó. Ugye a smita évet, azt honnan számoljuk? Tisrétől, az őszi tisré hónaptól, a következő év elul, vagy az év végi elul hónapig. Ugye normál esetben ez 12 hónap. Hogyha úgy döntenek mégis, hogy ez az év ez egy szökőév, akkor ez 13 hónap, kitolódik a vége. Akkor a 13. hónap, ha nem lenne szökőév, az az következő év első hónapja lenne. Ha van szökőév, akkor az még a smita parlagévnek az utolsó hónapja. Akkor ez az egy hónap, ami tulajdonképpen ez esetben a szökőéves parlagév utolsó hónapja, az azért lett a smita év, a parlagév része, mert a rabbik úgy döntöttek, a Bézdin úgy döntött, hogy szökőév legyen ebben az évben. Ebben az évben termett termés, az természetesen, vagy most ebben a hónapban, a 13. hónapban termett termés, természetesen föl van mentve a mászer a tized alól. Ha igaz lenne az, hogy a rabbiknak nincs arra felhatósága, hogy olyan módon változtassák meg a tulajdon viszonyait az emberek
föld vagyonának, hogy az akár még a mászer adózás alól is fölmentse, akkor nem lenne fölmentve ez az utolsó hónap a mászer alól? Mert miért van fölmentve a mászer alól, a tized fizetés alól? Mert ez még a parlagév részének tekintendő. De hogyha miért tekintendő a parlagév részének? Mert szökőévet hirdettek a rabbi. Tehát akkor a rabbik ereje, felhatósága révén része ez csak a parlagévnek, és mégis föl vagy mentve az abban az utolsó hónapban termett termésnek a megadózása alól. Akkor mit látok ebből? Hogy a rabbiknak van ereje, van felhatósága a Bézdinnek, a bíróságnak ilyen módon megváltoztatni a tulajdonjog viszonyát a földemnek. Azt mondja a Talmud, most akkor nézzük meg egy picit magát ezt a törvényt, hogy a hetedik évet, a parlagévet nem hirdetik normál esetben szökévé, és a nyolcadik évet sem. Azt mondja a Talmud, Micha, Svisz, Maice, Svisz, Máj. Azt értem, hogy a parlagévet miért nem hirdetjük szökőévnek, mert nem akarom, hogy a föld parlagon maradjon ilyen sokáig. Így is elég, hogy 12 hónapot parlagon marad, azt már végképp nem akarom, hogy 13 hónapot parlagot maradjon. De mi az oka annak, hogy a 8. évet nem hirdetjük szökőévnek? Mi a probléma azzal? Amarebi bun, és lőle rába ez iszur hadas. Ezt elmagyarázta Rebi, azért, mert egy másik oknál fogva, mert nem akarjuk, hogy hosszabb ideig maradjon a hadas tilalma. A hadas, az új termés tilalma arról szól, hogy az a termés, ami Pészach másnapjáig termett, egészen addig, amíg nem lett meghozva a Ómer kéve áldozat, addig az új termésből nem volt szabad enni. Most, hogyha szökőév az idei év, akkor a hadas tilalma, az új termés tilalmának a feloldása csak egy hónappal később lesz feloldva. Most ez normál esetben, ilyen az élet, ez a belejárója a szökőévnek. Tekintettel arra, hogy így is az előző évben már parlagév volt, tehát nem is nagyon volt mit ennünk, mert hát persze a korábbi évből félrerakott termésből ehettünk, de amúgy nem volt mit enni. Most még hozzájön a következő év, és ezt az évet is szökőévnek hirdetjük, akkor még egy hónap, mire az idei termésből lehetünk. És ezért a 8. évet nem, a 8. évet sem hirdetjük szökőévnek. Oké. Rabbi Zeir, Rabbi Shem, Rabbi Lazar, Hadad, Ad, Amar. Ad, se löj hiti, Rabbi Lahavi, Jarak, Michutz, Larec, Larec. Ava se hiti, Rabbi Lahavi, Jarak, Michutz, Larec, Larec. Hisvíz, Hisel, Sar, Snei, Savua. Azt mondja, a Talmud, amit az előbb mondtunk, hogy a hetedik évet, illetve a nyolcadik évet nem lehet kihirdetni normál esetben szökőévként, ez csak addig volt, amíg Rebi nem engedte meg, hogy külföldről, Izraelen kívülről hozzanak zöldséget, gyümölcsöt. Miért nem engedte meg? Ez egy külön történet. Azért nem, mert van egy olyan rabbinikus előírás, hogy az Izraelen kívüli föld az tisztátalan, mert nem ügyelnek annyira a halottak elhantolására, stb. És hogyha a zöldséggel együtt ne jöjjön be a föld, a Izraelbe, okay. Mindenesetre később ezt feloldották, ezt a tilalmat, és már volt szabad külföldről behozni zöldséget, gyümölcsöt, amíg smita év, amíg parlag év volt a földben, a földön, addig tudtak enni külföldre hozott gyümölcsök. Mert mai napig is így van, Izraelben, smita évben hatalmas üzlet, a Jordániából hozzák a zöldséget, és azt hiszem, Jordánia a legnagyobb beszállító ilyenkor. Most akkor így megvan oldva, és így akkor már nincs probléma az, hogy mégis egy hónappal több, egy hónappal kevesebb, ez már nem olyan nagy probléma, és ezért megvan engedve, hogy ezek az évek is szökőévnek legyenek minősítve.
Amarebi mana, hát da, de át a márberi sajnos, a hajú sajnim keszik. Na, azt mondja, Rebi mana, ez, amit tanítottál, hogy a 8. évet nem lehet szökőévnek hirdetni, ez is csak régen volt, amikor az évek normálisan működtek. Ával ásof se én a sanim ke szikna. Manapság, amikor már nem olyan az időjárás, mint régen volt, himoice is víz, hi sarsa is ne volna. És így se úgy se terem meg az új termés Nisza hónapig. Ezért nem olyan nagy probléma, hogy kitolod az egészet, és az új termést csak egy hónappal később lehet tenni, mert így is később tavaszodik, később jelenik meg az új termés, nyugodtan lehet szökőévnek hirdetni a 8. évet. Nagyon érdekes. Amióta gyerek vagyok, azt hallom, hogy a időjárás ugye változik, mindenki tudja, hogy a klímaváltozás van. És mostanában ugye mit mondanak, hogy melegszik a Föld. De tudjuk azt, hogy a világtörténelemben voltak különböző ciklusok, legalábbis ezt mondják, nem értek hozzá. És voltak hidegebb ciklusok, melegebb ciklusok. És úgy tűnik itt a Talmudból, hogy amikor ezt mondták, akkor úgy emlékeztek, hogy korábban melegebb ciklusok voltak, és ez a termés már korábban kezdett tavaszodni, és korábban nőtt ki, tehát hogyha kitoltad a naptárt, akkor az új termésből csak később jutottál hozzá az új terméshez. Manapság viszont azt mondja, manapság viszont olyan hideg lett, akkor a klímaváltozás fordított volt. Manapság már nem olyan okra tavaszok, mint régen voltak. És ezért így se úgy se terem meg a termés Pészachig, úgyhogy lehet szökőévet csinálni. Tani, Selbész Rában, Gamlieli, Brua, Bemaicor, és Visz mi jár. És valóban tanultuk is, hogy Rában Gamliel Bézdínje az mindig azon nyomban kihirdette a szökőévet, ahogy kiment a gond nélkül kihirdették a szökőévet a Smita évet követő évben. Tehát nem foglalkoztak ezzel a hadas problémával, ahogy itt is látjuk, mert valószínűleg azt mondták, hogy itt se úgyse terem meg Pészachig az új termés. Amarabiában émin hada lész átsmámi naklum. Azt mondja, miért volt ez az egész felhozva? Azért innen akartad kikövetkeztetni, hogy a rabbiknak van olyan ereje a Bézdinnek, hogy a földtulajdon státuszát megváltoztassák, és fölmentsenek ezáltal téged a tized hozatal alól. Azt mondja, de ezt a két dolgot nem tudod összehozni. Miért? Mert az, hogy a rabbik szökőévet hirdetnek, az ugyan azt a rabbik csinálják, de a Tóra felhatalmazásával csinálják. Miért? És a Tóra az, amelyik azt mondja, hogy őrizd meg a tavaszi hónapot, őrizd meg, hogy a hónap tavasszal legyen, tehát hogy Nisza hónap tavasszal legyen, tehát az egy tórai kötelesség, hogyha kell, akkor szökőévet kell hirdetni, hogy mindenképp a Nisza hónap tavasszal maradjon, a 11 napos lemaradásokat időben behozzuk, ugye, ami az évszakok és a holdév közötti különbözetből adódik össze. Akkor ugye a rabbik nem saját jogon csinálják ezt, hanem a Tóra felhatalmazásával. Viszont amikor mi tanultunk, hogy a kevert vetés esetén volt arra lehetőségük, hogy kérdessék, hogy az adott termőföld ez gazdátlan, azt teljesen saját jogon csinálták. És ez volt a kérdésünk, hogy saját jogon milyen felhatalmazásuk van erre. Tehát a két dolgot nem lehet összehozni. Azt mondja a Talmud. Hajda a márda. Gad is előny lukat tahtav. Kolannőgözbe arrec, hárézesen a ním. Azt mondja a Talmud, oké. Akkor tényleg honnan tudjuk? Lehet, hogy
amikor azt mondták a rabbik, hogy azt mondja a Talmud, hogy a rabbiknak, a Bézdinnek van olyan felhatósága, hogy gazdátlannak nyilvánítsák a földet, és olyan szinten gazdátlanná nyilvánítsák, hogy még tizedet sem kell hoznod. Ezt nem így kell érteni. Honnan veszed, hogy így kell érteni? Lehet, hogy csak annyiban, hogy megbüntetnek, hogy gazdát megbüntetnek idézve, vagy gazdátlan a földet. De ettől függetlenül a tizedet még meg kéne hoznod. Azt mondja, Talmud, nézzük csak meg, van egy másik eset, a Peá traktátusban tanultuk. Gadiselei luka tahtav, kol a negyezbe areca réhén selenén. Van egy olyan előírás, hogy a földnek a... Amikor learatják a földet, akkor mindenféle maradványokat meg kellett hagyni a szegényeknek. Az egyik ilyen volt, hogy például a földnek a szélén nem volt szabad learatni, a Peá, és azt a szegényeknek meg kellett hagyni. Mivel akkor valaki pont a Peára, erre a földszélén meghagyott búza részre, táblára rápakolja a learatott búzát. És a szegények nem tudnak hozzáférni. A rabik megbüntették, és azt mondták, hogy minden olyan búza, amit ő odavitt, ami a földet éri, az a szegényeké. Hogy az emberek ne játszanak ezzel, hogy meghagyják a föld szélén a búzát, de rápakolják azt, ami nem a szegényeké. Azt mondja, minden, ami a földhöz ért, az a szegényeké. Amar evi ami simre simmel lakis de bés samai. És azt mondta ezzel kapcsolatban Rabbi Ami, hogy ez a törvény, hogy ami a földet éri, az mind a szegényeké, ez igazából Bét Samáj véleményét tükrözi. Miért? Mert van egy vita Bét Samáj és Bét Hillel között. Van egy vita Bét Samáj és Bét Hillel között. A vita arról szól, hogy hefker-e ním, hefker vagy sem. Ugye ez az egész hefker fogalom, ez egy központi fogalom a zsidó birtokjogban. Ez arról szól, hogy valamit gazdátlannak nyilvánítani. Ugye most eddig arról beszéltünk, hogy a Beis Din gazdátlannak nyilvánítja az én földem, vagy valakinek a földjét büntetésből. Kérdés az az, hogy van mindenféle más hefker. Például, hogy én valaminoknál fogva valamimet gazdátlannak nyilvánítom. Lehet-e szelektíven gazdátlannak nyilvánítani? Például hefkereném. Azt mondom, hogy ez a valami gazdátlan akkor, hogyha egy szegény jár erre. Azért, hogy egy szegény ember gond nélkül hozzáférjen, én ezt hefkernek nyilvánítom, gazdátlannak. De csak a szegények számára. Más ember számára nem. Bét Samáj azt mondja, hogy lehet ilyet csinálni, lehet szelektíven gazdátlannak nyilvánítani. Bét Hillel azt mondja, hogy ilyet nem lehet csinálni. Most. De íbész Hillel, a ním öjhlin ume asszin. Azt mondja, akkor ez a törvény, hogy az, amit meg kellett volna hagyni a szegényeknek, arra te rápakoltál, az általad begyűjtött termésből. Büntetésből a rabbik azt mondták, hogy az, ami a földet éri, az mind legyen a szegényeké. Akkor ez is egy szelektív eltulajdonítása annak a te termésednek, mert ha nem egy szelektív eltulajdonítása lenne, akkor, egy szelektív eltulajdonítása lenne a szegényeknek, és Bét Samájt követjük, aki azt mondja, hogy a szelektív eltulajdonítás az működik, mert ha Bét Hillelt vennénk, aki azt mondja, hogy a szelektív eltulajdonítás nem működik, akkor a ním öjhlin ume aszlin, akkor igazából a szegényeké ennek esznek belőle, és neked még tizedet is kellene belőle hozni. Amelérem Jöjsz is a Mánusú Paturi Májsz a Divra Hákkalmisunk Nasza. És végül mit mondott erre Rab Jöjszi, hogy úgy hallottuk, hogy mind Bét Hillel, mind Bét Samáj egyetért, hogy ez a termés, ami a földet éri, és ami a rabbi büntetése miatt ugyancsak a szegényeké, az föl van mentve a tizedadon. Mit látunk ebből megint csak? Hogy a rabbiknak volt arra felhatóságuk,
hogy a te termésednek a tulajdon viszonyait megváltoztassák, és gazdátlannak minősítsék azt, olyannyira, hogy az teljesen gazdátlannak legyen tekintve, még abból a szempontból is, hogy nem kell azt beszámítanod, vagy abból tizedet hozni az adózáskor. Oké, ezzel a második misnát is befejeztük, ugye, ahol a kevert termésre való felhívásra van szó, és elértünk a harmadik misnához. Közben lapoztunk különben a B oldalra. Azt mondja a misna, ha misa asszab baj, sulchan asszai jaj, és mivel didab, eszim, ha misa jasva migdas. Ugye kiirdették a Ádár hónapnak a 15-én, hogy be kell hozni a sékeleket, 25-én pedig, bocsánat, kiirdették, hogy hozni kell a sékeleket, bocsánat, hogy Ádár hó elsején kiirdették, hogy hozni kell a sékeleket, és aztán fokozták a tétet. 15-én, hogy jöjj, ismerve, mint ide, 15-én kiraktak ilyen asztalokat, gyűjtő vagy adószedő asztalokat az országban mindenütt, és aztán 25-én kiraktak a Szentélyhegyen is. Különböző vélemények vannak, hogy ez a Szentélyhegy vagy Jeruzsálem, de minden esetre így hívták fel a figyelmet, és hogy haladtak előre, az időben egyre jobban fölhívták a figyelmet az adófizetés kötelezettségére. Misé Asul a Migdas, és Hirulem Máskén, onnantól fogva, hogy már a Szentélyben is kiraktak asztalokat, a Szentélyhegyen, tehát 25-től fogva, és Hirulem Máskén, onnantól fogva már behajthattak. A behajtás az úgy működött, mint manapság, és működik, hogy a Bézdin, a bíróság kiküldött küldötteket, végrehajtókat, és a végrehajtó elvehette valamilyen ingóságból azt az értéket az illetőtől, amíg az vissza nem, ki nem váltotta a befizetendő adóval. Ki az, akin be lehet hajtani? Ki az, akin végre lehet hajtani ezt az adót? Ez mi másként? Levim, ve Iszraelim, ve Geirim, ve Vadim, és Ukrajnim. Egyaránt végre lehet hajtani ezt az adót lévitákon, izraelitákon, betérteken, fölszabadított kánaanita szolgákon, akik ugye egyenértékű zsidók, de, Larissa, sokat panaszkodtál ma este, úgyhogy most ez a tiéd, ami most következik, a lajnosim, de nőkön nem lehetett behajtani. Nőknek is vannak jogaik, extra jogaik. Most panaszkodhatnak a férfiak. Éve a vadim, szegényeken, és ugyanígy a kánaánita rabszolgákon, és kiskorú gyerekeken nem lehetett behajtani. Most itt ez fontos érteni, itt arról van szó, hogy ez az adófizetés, ez azokra volt kötelező, akiknek volt saját háztartásuk, saját vagyonuk. És ezért rajtuk be lehetett hajtani, végre lehetett hajtani. A Tamás kérdezi, hogy kohénokon, nagyon jó kérdés, külön lesz erről szó. A kohanitákon, egyáltalán, hogy a kohanitáknak kötelező volt a férséken. Szóval, oké, halkatna se hiszhél aviv liskal eliadaj, suvejnői paszki, pajszek. Azt mondja a Talmud, egy kiskorú elvileg nem kell, hogy adjon, nem kell, hogy félsékelt adjon, de az apja elkezdett adni az ő nevében, onnantól fogva nincs visszaút, onnantól fogva minden évben kell, hogy adjon. Én máskennél szakai, hanni mitnéd álkésolom, tessék, Tamás, jön a válasz a kérdésedre, a kohanitákon nem hajtanak végre a békekedvéért. Majd külön fog beszélni a Talmud, hogy milyen békekedvéért. Amar Rebbi Yehuda Heid ben Buchri ben Javne. Rebbi Yehuda azt mondta, ben Buchri Javneban a következőt mondta. Azt kell tudni, itt ugye Javne
az az első állomás, miután elpusztítják a romaiak a szentét, hogy azt mondta Rabbi Jochanan ben Zakkája híres történetben, tényli Jávne mechachomea, ad nekem Jávnét és a bölcseit, Jávnébe átköltözött a Sanhedrin. És ott Jávnében azt mondta a mesterek között ben Buchri. Következőt mondta. Kol kajén se sajkel éjnai hajte. Egy olyan kohanita, aki arcfélsékelt, az nem vétkezik. Érdekes, tehát szerintem nem csak, hogy nem volt kötelező, hogy a kohanita félsékkel adományt adózzon, hanem még fölmerült, hogy esetleg vétek, hogyha adózik. Várjuk ki, hogy ez miért van így. Amár Rabbi Jochanan ben Zakkája, és erre azt mondta neki Rabbi Jochanan ben Zakkája. Loj, ki? Ez nincs így. El a kolkajén se inna is sajkel hajte. Pont fordítva. Egy kohanita, ha nem adózik, akkor vétkezik. Erre se kaj. Hánin dajsim mikre zele átszman. Valójában a kohaniták tévesen a saját javukra fordítják a következő mondatot. És ezért, hogy mi ez a mondat, ezt mindjárt tisztázni fogjuk, és ezért mondják azt, gondolják tévesen, azt mondja Rabbi Jochanan ben Zakkája, hogy föl vannak mentve a félsékkel alul. Mi ez a mondat? De kol minchász kajén kalil tielai seoche. Hogy jövő, hogy mert te a lechem lecha panim se lanu, helyek le kalim. Oké. Normál esetben a legtöbb áldozatnál az a helyzet, hogy az áldozathozó hoz egy áldozatot, mondjuk egy mincha áldozatot, vagy egy valamilyen áldozatot, akkor annak egy része a kohanitáé, egy része az oltáré, és egy része a tulajdonosé. A Tóra azt mondja Mózes 3. könyvének 6. fejezetében, hogy a kohanita, ha a kohanita maga az áldozat tulajdonosa, akkor semmilyen részét nem szabad megenni, az egészet az oltára kell tenni. Most, vannak olyan közösségi áldozatok, amelyek mincha áldozatnak számítanak. Ilyen például az ómer áldozat, a kéve áldozat az új termésből, vagy a stéllechem, a két kenyér áldozat, sávoltkor, vagy a színkenyér áldozat, amit minden héten hoztak. Most ezek olyan áldozatok, amelyeket megettek. Ugyanakkor ezek a közösségi felajánlásból lettek meghozva. Mit mond a kohén? Ha én beadózom a pénzt, abból fogják ezeket az áldozatokat is fedezni, utána meghozzák az áldozatot, abból az áldozatból nem lehet majd enni, mert az az enyém is. Én is rész vagyok a közösségnek. Pedig ezt az áldozatot meg kéne enni. És ezért azt mondták, innen tudjuk, hogy a kohanitának nem kell adni félséket. De ez egy tévedés, mondta Rabbi Jochanan ben Zakkája, nincsen igazad ben Buchri. A kohanitáknak is kell hozni félséket. Akkor ez volt a vita ben Buchri és Rabbi Jochanan ben Zakkája között. Ben Buchri szerint nem volt kötelező. Lehetséges volt, de nem volt kötelező. És Rabbi Jochanan ben Zakkája szerint kötelező volt. Oké. Először nézzük, mit mond a Misna, hogy azt mondja, hogy a kiskorú gyerekeket nem hajtották be, nem hajtották végre a adót. Azt mondja, Talmud hallit polyátaivin, ezek szerint nem hajtották végre, de számon kérhették rajtuk. A da, de te már, hely se, hely vis, te szájlesz. Ában im la jévis té száres la beda. Azt mondja, Talmud, hogy kell ezt érteni? A kiskorú, az itt nem 13 éves kor alatt van, hanem 20 éves kor alatt. Egy olyan, tulajdonképpen nagykorú, aki hévis té száres, akinek már kinőtt két fantszőrzete. Ugye ezt már korábban beszéltük, hogy valójában a 13 éves kor a fiúknál, és a 12 éves kor a lányoknál ez csak egy hozzávetőleges nagykorú kor, mert abból indulunk ki, hogy ebben már elkezdődik a pubertás időszak,
De valójában a tórai törvény szerint a nagykorúság az a két fanször által jön el. Most itt olyan kiskorúról van szó, aki valójában nem kiskorú, mert kinőtt a két fanszörzet, de még nem 20 éves. Ennél lehet számon kérni a adót, de nem lehet végrehajtással behajtani. Ule másken én másken. Átsejjelben eszném egész addig, amíg 20 éves nem lesz. Oké, tehát 20 éves kortól már végrehajtani is lehet az adót. 20 éves kor alatt, 13 és 20 éves kor között számon lehet kérni, de nem lehet végrehajtani. Beini masz nisan, éme máskin ez kei hánni, mit mi derek a kavet. Ugye azt tanultuk a misnában, hogy a kohanitáktól nem lehet végrehajtani a tisztelet miatt a félsékelt. Ugye a misnánkban úgy állt, hogy a béke miatt. És ezt egy kicsit javítja a Tóra, vagy a Talmud, nem a béke miatt, a tisztelet miatt. Egy kicsit ilyen furcsa lenne, tiszteletlen lenne a kohanitákkal szemben a végrehajtás. Tamás kérdezi, hogy vizsgálták-e a két fanszört. Voltak esetek, amikor vizsgálták, amikor ennek volt büntetőjogi jelentősége. Amar Rabbi Huda Heid. Ugye Ben Buchli azt mondta, hogy nem kötelező a kohanitáknak a félsékel. Jocham Ben Zakkai azt mondta, hogy kötelező. Amar Rabbi Ben Brachia, Taimod Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Zeit, Nusheim, Asor, Svatim, Yit. Rabbi Ben Brachia azt mondta, mi az oka annak, hogy Rabbi Yochanan Ben Zakkai azt mondja, hogy kötelesek adni egy félsékelt a kohaniták, mert nagyon szép tanítás. Szóval azért, mert az áll a Tórában Zeitnu. Ezt adják. Ugye, amikor azt mondja, hogy félsékelt kell adni, akkor a Tóra úgy fejezi ezt ki, ezt adják. Az a szó, hogy ze, a zain, hé. Mi a számértéke ennek a két héber betűnek? Zainnak az 7, hé az 5. 7 meg 5, az 12. Akkor innen látjuk, hogy mind a 12 törzs kellett, hogy adjon félsékelt. Mert 12, ezt adják. Ez az a 12. Rabbi Tevi, Bishém, Rabbi Mamuna, Kéme Sivin Chachamin, le Rabbi Yehuda, Hátasz Jachid Mésza, én Hátasz Cibur Mésza, Minchasz Jachid Kéve Kalil, én Minchasz Cibur Kréve Kalil. Azt mondja, a Talmud visszatér ahhoz a kérdéshez, hogy honnan tudjuk, hogy miért mondta azt Ben Buchli, hogy nem kell, hogy hozzanak félsékelt, mert van egy olyan törvény, hogy a két törvény, aminek az első része az nem olyan, nem igazán tartozik hozzánk, de mégis gyorsan vegyük végig. Hát az Jachid Mésza, hogyha van egy bűnáldozat, egy bárány, aminek a tulajdonosa vagy történt valami, mielőtt föl tudták volna áldozni a bárányt, vagy valamilyen módon fogva alkalmatlanná vált a bárány, akkor már Pészak traktátusban is részletesen tanultuk, ilyenkor az állat meg kell, hogy haljon. Nem lehet feláldozni, akkor hagyni kell egészen, amíg meghal. Viszont, hogyha ez nem egy személynek a hátosz bűnáldozata, hanem egy egész közösségi bűnáldozat, akkor azt nem meg kell hagyni, hogy meghalljon, hanem vár kell várni, amíg valami hiba esik benne, és akkor el lehet adni, és annak abból a pénzt azt fel lehet ajánlani. Oké. Ugyanebben a szabálycsomagban tanuljuk azt is, hogy minchas jachid kréva kalil, hogy egy mincha áldozat, ami egy személyes mincha áldozat, liszt áldozat, azt teljesen feláldozzák az oltáron. A közösségi mincha áldozatot nem áldozzák fel teljesen az oltáron. Hanem
annak egy részét megeszik. Most, hogyha a kohanita része lenne a közösségnek, ugye azt mondtuk az előbb, a kohanita áldozata az teljesen föl kell legyen áldozva az oltáron. Akkor nem lehetne egy olyan szituáció, hogy nincs feláldozva teljesen. Akkor ezért mondták a kohaniták, hogy ők nem vesznek részt a adózásban, mert akkor az adó által az övéik is az áldozat, és ezért teljesen föl kéne áldozni, azt viszont nem lehet, mert a közösségi minchánál kell, hogy egyenek belőle. Azt mondtam, hogy Kásem és Simin adon dalsa, én a Möjdöböj, de Tnán, én hát az Cibor Mész, Rabbi Judai, mert Tamusz. Azt mondja a Talmud, eleve nem jó ez a hasonlat, mert a Judai nem ért egyet a törvénynek az első felével azzal, hogy a közösségi hátasz áldozat nem hal meg, szerinte azt is hagyni kell meghalni. Bárhogy is legyen, hú, majszivan, löjnidvasz, jachit, hú. Azt mondja a Talmud, de eleve egy jó választ lehet adni erre az egész felvetésre. Itt nem arról van szó, hogy egy önkéntes felajánlás az, amit adnak a kohaniták. Minum szivinlej, kivönsi nimszor a cibur, ki misú nidvasz cibur. Onnantól fogva, hogy ők berakták a közösbe a pénzt, az adót, és azon vettek áldozatot a közösség, az már nem az ő személyes áldozata, ahogy arról azt mondjuk, hogy a kohanita által felajánlott áldozatot teljesen el kell égetni az oltáron. Tehát ezt a ördöki kört, amit ők felrajzoltak, és amire hivatkoztak, hogy miért nem kell, hogy adakozzanak, adót fizessenek, az egy hibás ördöki kör. Oké. Xiv kola éver alap kudim, rabbi Yehuda, rabbi Nehemia, chad amar kol de aved be yama yitén. Akkor még mindig ezzel kapcsolatban, hogy akkor a kohanitákra kötelező, vagy nem kötelező. Van egy másik mondat is, amivel kapcsolatban fönnmaradt tanítás. Az áll a Tórában, Mózes második könyvének 30-as fejezete, hogy kola éver alap kudim, mindenki, aki a népszámlásban részt vesz 20 éven fölött, az adja az örökkévaló adományát, adja a félsékelt. Hádamár koldával be ám jámaitén. Az egyik vélemény szerint ez azt jelenti, hogy mindenki, aki átkelt a tengeren, tehát a kohaniták is, ők is átkeltek a tengeren, nekik is adniuk kell a félsékelből. Hádamár, és a másik azt mondja, kolla de avád ápkudája, hogy csak azoknak kell adni, akik átmentek a számláláson. Mánda amár kold áverbe hittem, én szállam éhemezzák. De nem így a kohanitáknak, akikről ugye azt olvassuk, hogy nem átmentek a számlálásra, hanem Mózes ment hozzájuk. Ugye külön volt választva a Lévi törzsnek és a többi törzsnek a számlálása. A többi törzs kellett, hogy hozza Mózeshez a félsékelt, és így számolták meg őket. A Lévi törzsét viszont Mózes kiment a sátrukhoz, és ő ment végig rajtuk, és számolta meg őket. És ezért azt mondja, a kola éver alap kudim, mindenki, aki átmegy a számláláson, az csak azokra vonatkozik, akik hozták, Mózeshez jöttek. És nekik kell adni a félsékelt. Akikhez Mózes ment, azoknak nem kell adni a félsékelt. És akkor így az egyik, mert szállára Béhlemen Zákály, az egyik az a Béhlemen Zákály véleményét támasztja alá, hogy az a véleményük azt mondja, hogy mindenki, aki átment a tengeren, annak adnia kell, a másik pedig ebben Buchri véleményét támasztja alá. Oké. Okay. Utolsó rész a mai estére, jó hosszú ez a mai DAF, és különben úgy látom, hogy ez a Skalim traktátusban már így fog maradni. Áfálpi Samru, Émen másként nasimvá valamuk, tánimávalim, saklum, e káblimi adam. Annak ellenére, hogy azt mondtuk, hogy nem lehet végrehajtani, behajtani nőkön, szolgákon és gyerekeken a félsékelt, ha mégis adtak önkéntesen, akkor elfogadjuk tőlük. Hát ott Larissa, akkor nincsenek kizárva a társadalomba. De viszont a nachnivá kuszis saklu, én mekámlim el. Viszont az idegentől, a pogánytól, és a szamaritániustól, somronitától nem fogadjuk el. De én mekámlim jadom knéj zavinu, knéj zavis, knéj aldis. Ugyanígy nem fogadunk el tőlük különböző más felajánlásokat áldozatgyanánt. Például a folyásos beteg férfi, vagy a folyásos női beteg, vagy a szülő asszony áldozatát ugyancsak nem fogadjuk el tőlük. És ugyanígy nem fogadjuk el tőlük a bűnáldozatokat.
Zákla, következő az alapelv. Kolse nider venidav, ha egy felajánlásról, egy sima felajánlásról van szó, mert kábla miadon, azt mindenkitől elfogadjuk. Legyen az egy pogány, egy samaritán, egy somranit, azt elfogadjuk. Kolse innen ide venidav, én meg kábla miadon. Viszont olyan áldozat, amit nem önkéntesen ajánlasz fel, hanem valamilyen módon kötelező a számodra, mint például a félsékel, a bűnáldozat, a szülőasszony áldozata, stb. Azt nem fogadjuk tőlük el. Chéme fajres áll ide Ezra, és ezt látjuk Ezránál is. Aki jött fölépíteni a második szentélyt, olvassuk, hogy a somraniták jöttek, azt mondták, szeretnék ennek ők is hozzájárulni a szentély építéséhez, és erre azt mondta nekik, Ezra visszautasította, és azt mondta, és nem már le, lachem, londoni, és bészle, lakénu, szóval nem helyén való, hogy mi és ti közösen építsük a szentélyt. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tanulás. Holnap reggel 7:30 folytatjuk szokásos időben, szokásos helyen. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, a holnapi viszontlátásra, viszonthallásra.